nagyon csodálatos volt, nagyon aranyos volt, nagyon újszerű, nagyon szép, nagyon érdekesek ezek a régi kis hangszerek. Az az igazság, hogy nekem nagyon tetszett. Első pillanatra egy kicsit szokatlannak tűnt, de jó. Jó muzsika. It's different. Is it Hungarian? It's lovely. Hát nem tudom, az az igazság, hogy először valamiféle keleti zenére gondoltam, aztán utána azt mondom, nem, ez egy ilyen jazz együttes. It's like Indian music, it's very good. Jó, már csak nem tudjuk, mit hallunk. Mi lehet ez? Ez külföldieknek is egy látványosság, és azt hiszem nyugaton ez már nagyon régen bevált dolog. Egyszer látványosság, egyszer meg kiegészítő kereset is lehet, tudom, csóró diákoknak, vagy zenészeknek. Nekem tetszik az ügy. Úgyhogy nekem nincs semmi kivetni való ellen. Ez is megbotránk, de ezek így keresik, nincs igazuk van. Valamiképpen potolni kell azt a pénzt, amit nem kapnak meg vállalatoknál. És kiegészíteni valahogy ki kell ahhoz, hogy megéljenek jól. Öltözködjenek, meg mindenre fejen kell hozzá ez. Ezzel nem lehet, uram. Még jobban belemondjam? Nem lehet, ezzel nem lehet. Ami ott szól a svábok, azzal lehet. Ez nem zene. Tisztán megmondtam? Én beszüntetném úgy, ahogy van. Mi ez, kérem? Ez egy nyikorgás. Ebben van egy kis kultúra. Elég nem szép, hogy ezt engedélyezzék. Miért nem dolgoznak? Ez a munkájuk. Ez a munkájuk. Ugyan, kérem. Végelve, hogyha a művészi a produkció, akkor nagyon is itt a helye. Nagyon itt van. Attól függ, végelműben egy-két gigszert kihagynak, vagy egy kis hiba belecsúszik. Van engedélyük egyáltalán? Az engedélyüket meg kéne egyszer nézni. Mit jelent a szó magán? Jelentésű szó, perzsa, arab eredetű, jelenti azt a helyet, ahol a muzsikusok gyülekeztek a kalifa udvarában, és később pedig azt a helyet, ahol muzsikáltak, tehát a pódiumot. Ezen kívül a jelentés tartalma az átment az irodalomba is, valamint a muzsikába. Jelent egyfajta dallammodellt, és jelent egy hangkészletet, skálát, hangsort. Ennek a kettőségét és ennek a szintézisét. Tehát nem kimondottan egy témáról van szó, hanem különféle ilyen kis dallamcsírákról, amelyek meghatározzák a darab jellegét.
ez egy sarangi nevezetű hangszer, észak-indiai származású, és a érdekesség az, hogy 35 húros, 3 dallam húrja van, és a többi az rezgő húr. Kezdetben énekes kísérletre használták, még egy nagyon híres indiai zenész, a Ram Narayan, aki ennek a legnagyobb mestere, kifejlesztette szólisztikus célokra. Hát ebben a zenekarban mondjuk nekem másodlagos hangszerem ez a sarangi, mert a gadúka a fő hangszerem, ami némi rokonságot mutat ezzel a hangszerrel, hogy ugyanolyan három dallamhúros és rezgőhúros, szintén őshegedű, én így nevezném őket. Aztán itt van egy csomó saját készítésű afrikai és ázsiai eredetű hangszer, ez éppen indiai ektár, ami egyszerűen azt jelenti, hogy egy húr. Egy húros. Érdekesség, egy kókuszdióból van a kis rezgő doboza, és egy bőr, egy dobbőr van kifeszülve, és egyetlen egy húr. És ezzel a náddal, ahogy változtatom a fesztávolságot, így egy ilyen kis hápogó, szintetizátorszerű hang jön ki belőle. Ez ugyanaz a hangszer, csak basszusba, és ugyanezzel a módszerrel működik. Aztán itt van a zenekarban csak beszélő nyanyának nevezett hangszer, ez is kis egyhúros. Tudomásom szerint Vietnámba gyerekek használják ilyen énekkíséretre. És aztán itt vannak a zanzák, amit afrikai törzsek zenében egyik alapvető hangszer. Általában többen állnak össze ezzel a hangszerrel is, és pengetik. Ilyen kis primitív zongorácskáknak nevezném ezeket. És minden törzsben más elnevezés van, tehát endongótok, ez a zanzáig, kalimbáig mindenféle neve van. És hát aztán vannak itt ilyen magyar népi hangszer, ez a köcsögduda, de Afrikában ugyanúgy használják. Egy közönséges obol, sokan azért klarinétnek, pikulának és különböző elnevezéseket talál, de ez valószínűleg csak a hanghatás miatt, amit én próbálok rajta játszani, amiatt nevezik ennek. Hát tulajdonképpen, ha szépen játszanék rajta, akkor biztos, hogy azt mondanák, hogy ez a főhangszer, amin játszok. Effekt szinten fóla, fafóla, de ezzel nem nagyon tudok játszani, csak effektus szinten ezen is szépen lehetne játszani. És szintén itt találtam egy úttörő trombitát, aminek a végére egy lopótököt szereltem, és ez is egy ilyen effektus hangszer. Ennyi. Gitáron játszom, ez egy 12 húrú akusztikus gitár. New Jersey-ben készült 2 éve, balkezes hangszer, kimondottan nekem készítette a Guild cég. Azt hiszem, többet nem tudnék róla mondani. Szitáron játszom még egy zongorán, de a szitárom az eltörött, úgyhogy most nem tudom használni még egy darabig a zenekarban. Előttem látható páros dob a tabla névre hallgat. Szabolcs már bemutatott egy Észak-Indiából származó hangszert, a sarangit, ez szintén ott született meg, mint egy 2-3 ezer évvel ezelőtt, feltehetőleg. Származását tekintve több vitás nézet alakult ki. A legvalószínűbb az, hogy már ebben a formájában létezett az időszámításunk előtt 1000 körül. A baján egy hasasabb fémből készült különböző ötvözetekből, bizonyos városokban, szegényebb vidékeken, Indiában cserépből is agyagból készítik. A dáján a jobb oldal, ami magasabb hangolású, ez kemény rostos fából, sisem fából, ami Kelet-Indiában nő meg csupán. A felülete az több rétegű kecskebőr, és ezt borítja egy jól látható szem, amit csiahinak hívnak. Ez egy titkos összetételű anyag, leginkább vasreszelék, szénpor tartalmaz és rizsnyákot. Ez a sok felület lehetővé teszi egy speciális új technika révén, hogy több szólamú dobzene jöjjön létre, vagyis poliritmia. Ebből megmutatnék elég érdekes, amit még hozzátennék, hogy kialakult a védikus korszakból egy bizonyos beszéd technika, ami kapcsolódik szorosan a tablajátékhoz. Ezt régen egy verslábaknak hívták, ami valószínűleg ma már csupán a tablajátékban fordul elő. Itt tudtak memorizálni nagyon hosszú ritmusokat, vagyis hát régebben verssorokat. Megmutatnék ebből egy párat. Például a jobb oldalon, a jobb kézben a legfontosabb ütések a tá.
vagy a T. Ré. Ti. Akkor a bal kézben G. K. Kat. És elmondanék befejezésül egy közismert észak-indiai táncritmust, majd el is játszanám. Dhága tikiti dakiti tikiti katega digina dhána tikiti tatiti tatiti katega digina dhatiti tatiti katega digina dhati dha dhatiti katega digina dhati dha dhatiti katega digina dhati dha. Az inhangszerem a nagybőgő, amely egy hagyományosan klasszikus európai hangszer. Semmi különlegeset nem művelek vele azon túl, amit tanultam, csupán azt, hogy különböző hangolásokban használom, és rengeteg olyan hangzás megszólaltatására is alkalmam nyílik, ami a klasszikus zenében nem fordul mindig elő. Így aztán hát ezek ismertek a klasszikus zenében is, de nem olyan sokszor használhatók. Ez a Ponticello üzemmód, vagy pedig hát a különböző hangolások, hogy egy quintet rakok alulra. Hát ez mindig attól függ, hogy milyen számban szerepel, és milyen funkciót töltött be. Szeretek szordinóval játszani, és... Ez a hangszer a marimba, amit alatta lehet látni, ez is egy marimba, ez egy európai változat. Ez az eredeti afrikai népi hangszer. Kemény fa lapokból áll a játszó része, és alatta pedig tök testek vannak felfüggesztve, amik a rezonátor testként működnek, és így erősebb a hangja. Ez nem egy tiszta hangolású hangszer, az alatta lévő az ugyanúgy van hangolva, vagy a zongora. Ezen kívül játszom cintányérokon, ezek hagyományos hangszerek, és az itt balra látható állványon pedig különböző effektus hangszerek vannak felfüggesztve. Ez például ilyen bronz ötvözetből készült különböző hosszúságú csövek, amelyek is használhatók. Ezek pedig indiai kis cintányérok, szintén effektus. Ként lehet használni őket, ez pedig egy harang, nagyon szép hangja. Ez a hangszer, a kaval, ez egy bolgár népi hangszer, tulajdonképpen fuvola, csak nem haránt fuvola, nem így kell megfújni, hanem a végében kell belefújni. Ezen most csak tanulok. Én mehetek félbe délül egy kicsit. Most hallgatni? Akkor nem jössz onnan? Dani, figyeld, ne, becsíped a kezed, meglátod. Mikor a férje kijárt az utcára zenélni, el szokott menni meghallgatni? Nem, soha. Vagyunk miért? Hát azt hiszem, hogy a Szabolcsot zavarja, hogyha ott vagyok olyankor. Úgyhogy nem. De magát nem zavarja? Engem nem.
Hát van, amikor nagyon, nagyon létbizonytalanságban élünk. Nem állítanám, hogy egy zenésznek olyan nagyon jót tesz egy ilyen szobafestés, mert a kezet iszonyatosan tönkreteszi, de akkor tényleg véghelyzet volt, mert hónapokig nem volt egy normális koncert. Az a groteszk, hogy bizonyos munkák nagyon meg vannak fizetve, így például a szobafestés, és a zenész az nagyon keveset ér.
és újra az énekét. Nyitnikék, fütyüli, nyitnikék szívnek és tavasznak. Nyílnikék. Zoltánnak mi az alapfoglalkozása? Ő villamos üzemér. Téged nem bosszant, hogy nem ő, mint mérnök dolgozik, hanem muzsikál, és azzal keresi a családnak nem. A kenyere? Nem. Arra akarsz kiukadni, hogy kevés a pénze? Hát kevés. Kevés. De hát ez igazából nem... borzasztó hátrány, ami miatt az ember boldogtalan. Az a dolga, hogy zenéjen. Az szerintem nem annyira fontos, hogy hol.
De mit szólsz ahhoz, hogy a férjed a makám együttesben dolgozik? Én úgy érzem, hogy amit ő csinál, azt nagyon szereti, és manapság elég kevés olyan ember van, aki valóban azt csinálhatja, amit szeret. Úgyhogy én örülök neki, hogy neki ilyen az élete. Tanító vagyok, 3 évig tanítottam, mielőtt a Makám zenekarba jöttem volna. Alsó tagozaton az 6-10 éves gyerekek. Mit jelent? Igen, igen. Tehát az elemi ismeretekre tanítottam a gyereket. Igen, nagyon szerettem, különösen a első 2 évben, akkor Mátra Szent Imrén tanítottam, ez egy kis eldugott falu, és ott éltem egy szolgálati lakásban, és ott nagyon kedvező volt minden a tanításnak, csak 32 gyerek volt az egész iskolában, és délután is együtt voltunk, együtt síeltünk, vagy télen, nyáron meg gombáccoltunk. Téged bevont ebbe a tablatudományba? Név szerint Anthony Das, dél-indiai származású, de Delhiben felcseperedett, 43 éves, nagyon magas szintű tablajátékos. Hát az első látogatásom az elég egyhangú volt, tehát magát az országot nem nagyon ismertem meg. Az egy nagyon komoly tréning volt, szóval én napi 10-12 órát gyakoroltam, és ott is ez folytatódott az együttlétem a mesterrel. És tulajdonképpen egy szobában bezárkozom. Csak ebben foglalkozom. Hát ezek több ezer éves hagyományokra rendelkező mozdulatok, egész egyszerűen, ami összekapcsolódik egy nagyon komoly memória gyakorlattal. És ezt a kettőt kell valahogy szinkronba hozni. Amely valamennyire aztán egy nemesebb célt szolgál önmagán túlmutatva, hogy egy zenei rendszerbe illeszkedik vele. Én abszolút nem ismerem az indiai zenét, viszont úgy érzem, hogy valami a szellemiségéből nagyon nagy hatással van rám. Hogy a klasszikus indiai zene tulajdonképpen hatalmas szabadságot biztosít a zenésznek. Azt játszik végül is, amit akar. Ugyanakkor, mivel rögtön kiderül az, hogy silányak el gondolatai vagy sem, ebből a nagy szabadságból, éppen miatt nem mindegy, hogy mit játszik. És tulajdonképpen békjóba van verve. És hogyha valaki olyan tehetség, és hát ehhez 30-40 év kell, vagy amit Peti mond, hogy 80-90 éves kis tabla játékos bácsik is ott kenterbe verik a fiatalokat, akkor olyan csodák születnek, ami nincs a klasszikus zeneiben ilyen értelemben. Hogy valami, ami nem volt, akkor valósul meg, és mégis tökéletes. Hát mi nem tudom, hogy ezen az úton hol tartunk. Úgy érzem, hogy viszont, hogy ezen az úton indultunk el, és ez engem nagyon biztat.
Ti-ti-ta-ti-ti-ta-ti. Ez a zene, ez nem olyan zene, amire például lehet táncolni. Ezt egészen másképp kell hallgatni, egészen másképp kell játszani, egész másképp kell részt venni benne, és egy csomó olyan formát kell kitalálni ennek a zenekarnak, koncertformát és a komponálásban, az előadásban olyan formát, aminek nincsen feltétlenül meg a megfelelője különböző más zenékben, csak hasonlít. És ezt nagyon nehéz kitalálni, és ebben nem szabad szerintem ilyen üzleti jellegű dolgoknak beszüremlenie, mert akkor nem születik meg az, amit mi úgy elképzelünk, és ez nagyon nehéz. Sokszor úgy tűnik, hogy az az ember, akinek nincs egy rendes szakmája, az egy ilyen léhűtő, akiben nincs meg az a képesség, hogy komoly dolgokat csináljon, és azt kitartóan. Ugyanakkor ez egy annyira nagy ellentmondás, mivel én úgy érzem, hogy ez a fajta életforma kétszer akkora energiát, kétszer akkora kitartást, és háromszor akkora hitet követel meg, mint hogyha valakinek van egy nyugdíjas állása. És nekem ez egy sokkal értékesebb küzdelemnek tűnik, mint hogyha mások által kitalált és állított pozíciókra, és azoknak a általam esetleg nem is elfogadott értékeire pályáznék.